Start. Starter indult az este talán legérdekesebb és legnépesebb mezőnye futama, Ida June Handicap. Az indítás követően Kronosz az, aki nagyon-nagyon jó tempóban az érre vág. Jó sikerült egyébként a startja gyakorlatilag a teljes mezőnek, illetve egy kivétel van, Uzsok Vadgalobban az első kanyarban, és ezzel egy picit a Serafina Ketty helyzetét nehezíti. A vezető Kronosz mögött ott van a tréningtárs Beddington, illetve Junik kezdett még remekül, Serafina Ketty most úgy csak egy picit beljebb jönni középmezőnyből, Nick Kerrion ide próbál feljebb zárkozni, Bobovská Sandala van ott, aztán megy visszafelé Jubilee, hát illetve megjelenik a második sorból az egyik favorit, Émislav, aki ebben az egyenesben talán itt a harmadik spurban még további előzéseket is végre tud hajtani. 1250 van még hátra a futamból, belül Kronosz még egy picit előrébb, Serafina Ketty Junik, mellette a második, harmadik helyen, majd jön Beddington, és jön a favorit Émislav. Akkor, amikor érkeznek a második kanyarba, gyakorlatilag három ló fej mellett tüget a legkedvezőbb pozícióban közülük Kronosz, legkívül Serafina Ketty, kettejük között pedig Junikot láthatjuk közlekedni, de hát ugyanígy a harmadik spurban kénytelen közlekedni Émislav is, az egyik nagyon jó esélyi lovunk, illetőleg Nicolino di Re, középen belül a falon pedig Bibops Cassandra, tehát kvázi a második hármas tagjaként vezet továbbra is Kronosz, azonban úgy tűnik, hogy el fog mellette sűvíteni Serafina Ketty, aki egészen gyorsan tempót tudott fokozni, illetőleg megjelenik lassan a háttérből Émislav is, ő is a frontba kerül, és ő lehet akár mint egy ilyen francia mintára az új vezető lovunk, tehát kívül Émislav, belül Serafina Ketty, aztán pedig Junikot láthatjuk közlekedni, és ügyeske is nagyon jól följebb tud zárkózni kívülről, akkor amikor érkeznek az utolsó kanyarba, belül a kedvező spúron, tehát Serafina Ketty, mellette pedig ott van Émislav, és megjelent ügyeske. Ügyeske óriási lendülettel érkezik a mezőny végéről, és könnyen lehet, hogy meg fogja majd lepni a favoritot. Émislav az nem jön rosszul, de nem tűnik egyáltalán annyira frissnek, mint ügyeske. Junik is közel van, a többiek nem nagyon tudnak jönni. Serafina Ketty, Émislav, ügyeske, Junik, Vrangelem is bejelent egy jobb helyezését. Jön az utolsó 200 méter, és ügyeske lehet talán majd a legerősebb az egész mezőnyből. Émislav, ügyeske, Vrangelem a világ végéről tikotájmal és topmodellel is elindulnak. Ügyeske vezet, Vrangelem az, aki az utolsó métereken nagyon-nagyon jön. Ügyeske azonban Mandic Riárdal megnyerheti a futamot. Talán megnyeri a futamot Vrangelemmel szemben. Óriási verseny, és ügyeske lehet majd a nyerő. A harmadik helyre pedig talán megérkezik Serafina Ketty, de a vége nagyon-nagyon szoros lett.